igazgatónő, kedves szülők, vendégek, tisztelt tanáraim! Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 2021-22-es tanévének szalagavató ünnepségén. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a tavalyi évben elmaradt szalagavató után idén újra lehetőségünk van megtartani ezt az ünnepséget. A műsor kezdete előtt felhívjuk figyelmüket, hogy az egész műsorról professzionális videó és fényképfelvételek készülnek, ezért a végzős évfolyam tanulói nevében arra kérjük Önöket, hogy a műsor alatt ne hagyják el a helyüket, és mobiltelefonjaikat, fényképezőgépeiket, kameráikat kapcsolják ki. Köszönjük megértésüket! Elsőként megkérem iskolánk igazgatónőjét, Fenz Györgynét, hogy nyissa meg a vató ünnepét. Tisztelt ünneplő közönség, kedves szülők, kedves tanárok, tanárkollégáim, kedves végzős diákok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium szalagavató ünnepéjén. Nagy öröm, hogy egy év után ismét megrendezhetjük ezt a színpompás eseményt, és nem vész kárba az a sok energia és idő, amit a végzősök azzal töltöttek, hogy felkészüljenek erre az eseményre. Nem marad el az a pótolhatatlan élmény, amit diáknak, szülőnek és tanárnak egyaránt jelent ez az este. Kedves 12-esek! Osztályfőnökötöktől és helyetteseitől hamarosan megkapjátok azt a jelvényt, ami mutatja, hogy iskolás éveitek hamarosan véget érnek. Talán most itt a színpadon állva érzitek át először igazán, hogy már csak néhány hónap van maradt hátra, arra, hogy felkészüljetek az érettségire, hogy a felnőtt életeteket is meghatározó, fontos döntéseket hozzatok, eldöntsétek, mit szeretnétek magatokkal kezdeni az érettségi után, hova visz az utatok. Egy szó mint száz, véget érnek a gondtalan diákévek, és fel kell készülnötök a nagyobb felelősséggel járó felnőtt életre. De a feladat nem megoldhatatlan. Arany János szerint előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod, az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat. Kedves diákok, kedves vendégeink! Ezen az évfolyamon sokan voltak, akik a gimiben töltött 4 vagy 5 év alatt már bizonyították, hogy valóban megvan bennük az akarat, kitartás, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyenek, hogy valamilyen területen kiemelkedő eredményt érjenek el. Ezért tantestületünknek nehéz dolga volt idén, amikor el kellett döntenie, hogy ki kapja a Deák plakettet. Most ezeket szeretném átadni azoknak a diákoknak, akiknek végül is megszavazta a tantestület ezt a jutalmat. Először Elős Annának és Makai Andreának együtt adom át a díjat, hiszen ők a Diák Önkormányzat oszlopos tagjai, akik fellendítették a Diák Önkormányzat munkáját, és remélem, hogy a lelkesedésüket át fogják tudni adni majd a következő generációnak is. Kérem szépen, hogy gyertek. Következő két díjazott is ugyanazért kapja a díjat, mégpedig kiváló tanulmányi eredményükért, bár gondolkodtunk rajta, hogy esetleg más kategóriában is kaphatnának, de végül is a tantestület úgy döntött, hogy a kitűnő eredményükért kapják meg ezt a Deák díjat. Kérem, gyertek ide, Pauli Tímea és Perjési Zsanett!
következő díjazottunk kiemelkedő művészeti tevékenységéért kapja a díjat, Katona Gergely, aki a Médiások oszlopos tagja, és aki azt is fölvállalta, hogy a média eszközöket szertárosként kezeli, kiadja a többieknek, sőt, még be is tanítja a gyerekeket. Díjat kiemelkedő tudományos tevékenységükért. Az egyikük Hegedűs Martin, aki az OKTV-n 8. helyezett lett orosz nyelvből. Gratulálok! Ugyancsak a tudományos tevékenységért kapta meg a díjat Kósa Bence, aki a természettudományos csapatnak oszlopos tagja volt, és a robotikában is sokat segített a tudjára. Sorban Varga Bence Bendegúz, aki kiemelkedő sporttevékenységért kapta meg a Deák-díjat, ő vízilabdázó, de amellett nagyon-nagyon szépen teljesít az iskolában is, úgyhogy gratulálok! Gratulálok a díjazottaknak, és azt kérem tőlük, hogy hétfőn az 5. óra utáni nagy szünetben jöjjenek be az igazgatóiba egy kis ünnepségre. Most egymást fogják tudtuk ünnepelni, ezért nem akarom ezzel elmondani, de hétfőn szeretnének egy picit megvendégelni benneteket. Kedves végzősök, néhány hónap, és előttetek lesz az érettségi, remélhetőleg érettségi bizonyítványra fejezitek be az iskolát. Felvételt nyerhettek az állított egyetemre vagy főiskolára, elkezdhetitek megvalósítani felnőtt életetek álmait. Ahhoz azonban, hogy sikerrel járjatok, még sok teendőtök van. Az érettségiek hátralévő bő 5 hónapban legyen elsődleges a tanulás. Nagy kihívás lesz számotokra, hogy minél jobb elment szintű érettségi eredményt érjetek el. Többségeteknek a nyelvvizsgája már megvan, de lehet egy újat szerezni, vagy lehet egy magasabb szintű nyelvvizsga bizonyítványt szerezni még. Még van rá idő. Mozgalmas, dolgos hétköznapok várnak tehát rátok hétfőtől. Ma este azonban ünnepeljünk együtt. Kedves 12. ások, 12. bések és 12. cések, élvezzétek a mai estét, és tegyétek el majd szép emlékeitek közé. Ne törődjetek azzal, ha eltévesztitek a táncot, ezt úgy se veszi észre más rajtatok, meg a tanárajtokon kívül. A szüleitek már így is nagyon büszkék rátok, és valószínűleg nem fogják észrevenni ezeket a kis bakikat. A sok táncpróba, ami mögöttetek van, a veszekedés és más egyéb kellemetlen dolgok előbb-utóbb feledésbe merülnek, és remélhetőleg csak a szép emlékek maradnak meg ebből a napból. Legyen ez a mai este tehát számotokra az öröm, a jókedv és a felszabadultság eseménye, mert ez az ünnep a tiétek. Kedves nézőink, jó szórakozást kívánok mindenkinek a következő körülbelül 2,5 órára. Ezzel a 2021-2022-es szalagolat ünnepét megnyitom. Köszönöm szépen!
szalagtűzés ünnepélyes pillanatai következnek. A 2021-22-es tanévben három osztály fejezi be tanulmányait iskolában. A 12-ások, a média tagozatosok 4 évig jártak gimnáziumunkba. A 12. B és a 12. C nyelvi előkészítős osztályok 5 évig koptatták az iskola padjait. Elsőként a 12. A osztály szalagtűzése következik. Alexander.
Kádár Sándor. Csapkovics Laura Szilvia. Gácsi Zalán László. Győri Melani. Martenstein Levente. Karasz Tibor. Kárpáti Kolos László. Katona Gergely Zoltán. Kollár Bernadett. Honc Emese Virág. Kovács Dávid Márk. Kovács Veronika Zita. Nádasdi Enikő Veronika. Nagy Izabel. Nagy Levente. Neubauer Máté Csaba.
Bákos Diboróka. Pinter Dávid. Borukcsánszki Áron. Rabcsák Nóra. Reinhardt Fanni Flóra. Szatmári Borbála. Szatmári Júlia Mária. Szőlősi Ádám. Varga Lili Anna. Megkérem a végző és tanuló képviselői, hogy tűzzék fel a szalagot osztályfőnököknek és osztályfőnök helyettesüknek. Következő percekben a 12. B-osztály szalagtűzése következik. Az elmúlt években sok közös emléket szereztek, életre szóló barátságok kötöttek. A tanulók sokszínű egyénisége mellett mindig is fontos maradt az összetartozás, az egymás iránti szeretet. Elmondások alapján nem is kívánhatnának jobb osztályfőnököt, aki mindig mellettük áll. Izgalmas és feledhetetlen 5 évet töltenek együtt. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, Monday.
Kovács Péter Gábor. Bocsó Luca. Erdős Anna. Fazekas Ákos Ábel. Fejér Levente András. Herceg Anna Róza. Horváth Angéla. Horváth Renáta. Keszei Corina Vivian. Kis Kira. Ledő Sebestyén. Lukács János. Makai Andrea Kinga. Nagy Katalin. Perjési Zsanett. Pomázi Fülöp. Szújcsin Erinbolt.
Csilla. Szántó Lili Leila. Szűcs Áron. Toldi Miklós Sándor. Tóth Oliver. Varsa Boton Kopvány. Virág Lili. Zeng Weipeng. Megkérem a végzős tanulók képviselőit, hogy tűzzék fel a szalagot osztályfőnöküknek és osztályfőnök helyettesüknek. Az osztályom 5 év alatt eddig 4 osztályfőnök helyettest fogyasztott el, idézőjelben. A korábbi helyettesek közül sajnos Tulik Zsolt tanár úr nem tudott itt lenni, de Forróné Pető Lilla, illetve Gutmeier Helga tanárnőket szeretnénk megkérni, hogy fáradjanak fel a színpadra.
tovább folytatódik. Dalmon Fanni. Korber Bálint. Yeah.
Kósa Bence. Kovács Janka. Kovács Linett. Guruc Eszter. Meszlényi Atas. Monaszár Józsa. Falkó Eszter. Staros Sziák Luca. Szabó Enikő. Szabó Zsófia. Szalkai Dorottya. Szita Petra. Takács Torka. Tran Duy Hoan. Varga Bence. Borsner Petra. Zelenik Lőrinc. Felkérném a végzős tanulók képviselőit, hogy tűzzék fel a szalagot osztályfőnökeiknek. Megkérem Fenc Györgyné igazgatónőt, Szabóné Gábor Anikó és Lázár András igazgató helyetteseket, hogy fáradjanak a színpadra. Kérem az osztályok képviselőit, hogy tűzzék fel a szalagot iskolánk vezetőire.
következő percekben a 12. A osztály táncát és videóját láthatják. Az osztály videó célja, hogy felelevenítse az elmúlt 4 évben szerzett emlékeket, vicces pillanatokat, és közben megmutassa a nagy közönségnek az osztályunk jellemét, hogy milyenek is voltunk és vagyunk.
egyébként hátra ülök. Elmentenetek? Jó. Nem üljetek már! Mi ez? Ha eltök srácok, a tulajtanárni most ugye mehet. Ja, biztos valamit az érettségével kapcsolatban szeretne mondani. De az még egy hittel adébb lesz, csak itt narád is játszunk tovább. Trust me, on my eyes.
Szerint Jóli. Testvérnek múlik fodrásználakban is, de minél törgyétek vele. Na, Csumi. Elfogyasztottak 5 év alatt 5 osztályfőnök helyettest. Egy Giulio osztálykirándulás után többre nem is vitte őket Vörös Marti, aki bele is kapaszodott a sok stresszbe, amit nem csodálok, hiszen nekem elég volt csak néznem őket, és nekem is csak 300 hajam alatt pedig csak néztem őket. De igazából mindegy, nézzétek, mit összeszerencsétlenkedtek. 12 év. Ha-ha-ha, 12 B. Jó reggelt! Itt van mindenki, kezdhetjük az órát? Ó, mi történik? Hát ebből nem lesz érettségi. Thank you.
összegyűjtenek egy csapat különleges embert, akik túlszárnyalják önmagukat. Hogy szükség esetén megvívjuk azt a csatát, amit ők nem tudnának. És a legnagyobb baklövéseinket is mindig higgadtan kezelte.
Sosem engedte el a kezünket, ha nehézségeink akadtak a másodfokú egyenletekkel, vagy akár a három számérű hiányzásokkal. Hálásak vagyunk, hogy ilyen boldogan telt el ez az 5 év, a legjobb osztályfőnökkel, akit valaha kívánhattunk. Fogadja sok-sok szeretettel! Illetve szeretnénk köszönetet mondani, szintú úgy az osztály nevében, Lukács Jánosnak, ha itt van és nem a szervizben, hiszen a BMW királya, a Fake ID Gang megalapítója. Ezt a csodás osztály videót ő rendezte és vágta. Ezzel a kis aprósággal kívánunk neked erőt, egészséget, és check engine mentes autókázást. Fogad szeretettel! Hölgyeim és uraim, a következő percekben a 12. C szeretné neked álmodatba ejteni osztálytáncával. Remélik ez sikerülni is fog, hiszen vért és verejtéket hullatva gyakorolták hónapokon át Mészáros Batai Detti koreográfiáját. Ezt az alsó B-folyamos diáktársaik és testnevelő tanáraik is saját bőrükön érezhették, hiszen ebben az időszakban ők teljesen kiszorultak a tornateremből. A végzős évfolyam ezúton köszönje a türelmüket. Yeah.
Kérünk, maradjatok egy kicsit a színpadon. Lakatos Orsoly a tanárnő szavait szeretnék tolmácsolni nektek. Kedves lányok, fiúk, ugye tudjátok még a kérdéseimre a lehetséges válaszokat? Igen? Nem? Kit érdekel? Engem érdekelt. Így hát csüss le, forduljatok a vászon felé, és fogadjátok szeretettel az én emlékeimet. Thank you.
hogy ők is készültek valamivel. Úgyhogy kérjük, még maradjon a színpadon, és fogadja szeretettel az osztály meglepetését. Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet behajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Készültünk még valamivel, ugyanis az osztály nevében készítettünk a tanárnőnek egy pólót, hogy mindig eszébe jussunk, amikor feladná. Reményik Sándor, Mi mindig búcsúzunk című verset hallják majd Csák Rozgonyi Lóránt, 14. B-osztályos tanulótól, aki a Deák Hét keretein belül megszervezett szónok és szavaló verseny első helyezettjeként végzett. Fogadják őt sok szeretettel! Reményik Sándor, Mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este. A színektől, ha szürke por belette. A csöntől, mikor hang zavarta fel. A hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk. Minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett. Minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, amit vonatról láttunk, a kemény rögtől, amin megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv vigasz, elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Sokszor könnyük sem. Szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. A végzés osztályok keringőit láthatjuk majd. Elsőként fogadják szeretettel a 12. A-osztály tanulóit. Thank you.
A 12. B is szeptember óta lelkesen készült Szabó Róbert tánctanárral a bécsi keringőre. Két csoportban, két zenére tanulták a diákok a táncokat. Először a Five Seconds of Summer, Ghost of You, majd Beretki Zoltán Hangokba zárva című számára fogják előadni a keringőket. Fogadják nagy szeretettel! Bye.
life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when I'm off the road. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty. What's your heart's getting old? Yeah, I know it ain't pretty. What's your heart's getting old? I hope someday we'll sit down together. Számunkban két különböző stílusú keringő tökéletes párosításának lehettek szemtanúi. A 12. C táncában a klasszikus és modern világ találkozik. Fogadják sok szeretettel! Thank you.
osztálynak a táncokat betanította Vajda Nóra. Szám egy új hagyomány, ugyanis az idei év a második alkalom, hogy tanárok is készültek egy rövid tánccal. Oh.
Kedves vendégeink, műsorunk után a szokásokhoz híven idén is keringőzhetnek a végzős diákjaink a családtagjaikkal, barátaikkal. Ehhez kérjük Önöket, fáradjanak a Földszinti Táncterembe. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és további kellemes estét kívánunk Önöknek. Viszontlátásra!